gyerekkoromban már elkezdődött ez az egész, hiszen mint minden fiút érdekeltek a kardok meg a törők. Aztán később elmaradtak a dolgok, illetve mindig az érdekelt, hogy hogyan készülnek a kardok. És nem kardot szerettem volna magamnak, hanem én szerettem volna készíteni egy kardot, és ez a mai napig is megmaradt. Tehát elkészítek egy kardot, akármilyen szép is, nem sajnálom odaadni a gazdájának, hogy eladni. És később a rendszerváltás körül én is váltottam, elmentem egy gyárból, és megálltam a magam lábán. Lassacskán, nehezen, követkőre rakosgatva építgettem föl, és teremtettem meg ezt az egzisztenciát, úgyhogy ma már eléggé ismert vagyok Magyarországon. Nem volt könnyű, nem volt rövid idő, de ma már megélünk belőle. Mester nem volt. Nem akarom azt mondani, hogy ma vannak mesterek, mert akkor kénytelen lennék magamat is közéjük sorolni, mert most már van kitől tanulni. Tehát én már mutogattam egy-két dolgot egy-két embernek, illetve elindítgattam, de amikor én kezdtem, nem találtam senkit, aki ebben tudott volna segíteni, tehát autodidakta módon kezdődött el ez az egész. Ez az alap, ez szerintem nagyon kevés embernek adatik meg. És ha megvan, akkor talán nem is érdekli. De amikor ezt az alapot úgy kell összerakosgatni, apró kis mozaikokból, akkor érdekessé válik, amikor egy következő szerszámra kell gyűjteni, és nem hazaadja a konyhára pénzt, hanem még egy fúrógépet vesz, akkor már mindjárt más. Ha betettek volna engem egy kovácsműhelybe, és elkezdtek volna oktatni, hogy kardot kell csinálni, valószínűleg, hogy nem érdekelt volna úgy, mint akkor, amikor szinte semmi nem volt. És nulláról elindulva eljutni valameddig, így jobb volt. A kardnak az elkészítési módja szinte minden esetben ugyanúgy történik. Tehát fognak egy vasdarabot, és nagyon egyszerűen addig kalapálják, amíg olyan formájú nem lesz, mint a kardpenge. Régebben nehéz dolog volt, mert hatalmas vas volt, egy úgynevezett vasbuca, amit rengetegen, pontosabban hárman vagy négyen kalapáltak, mire olyan lapos lett, hogy egyáltalán el lehetett kezdeni a kardpengét kalapálni, de szükség is volt erre, mert rossz minőségű volt a vas, és a sok kalapácsütéssel kikalapálták belőle idézőjelbe a szennyező anyagokat, tehát a ként, a foszfort, meg egyébeket. Ma már viszonylag könnyű dolgunk van. Van egy olyan acéldarab, amivel viszonylag kevés kovácsolással el lehet érni a kardpenge formáját. Utána csiszolás következik. Itt meg kell közelíteni a kard végleges alakját a csiszolásnál, de nem teljesen készre, tehát nem szabad teljesen vékonyra kiűzni az élét. Utána következik az edzés, ami azt jelenti, hogy fölmelegítjük a kardot. Az edzési hőfokra ez acélonként változik, belemerítjük vízbe vagy olajba, amitől megkeményedik az acél. Utána lassan fölmelegítjük egy alacsonyabb hőmérsékletre, ez az úgynevezett megeresztés. És amikor ez megvan, akkor ki kell egyenesíteni a kardot, mert a hőkezelésnél, az edzésnél valószínűleg, hogy elgörgül. Tehát nagyon ritka az, amikor egyenes marad. Utána újra köszörülés és több fázisú csiszolás következik, amíg el nem éri azt a fényt, amit el kell érnie, tehát a megfelelő felületet. És amikor ez kész van, akkor van kész a penge. A
Az egzotikus markolatanyagok inkább a késeket jellemzik, nem a kardokat, hiszen a kardokra általában fa kerül, egy kemény fa, és az bőrrel be van vonva, és ezzel vége, a többi pedig fémből van. Míg a késeknél a különböző markolat alapanyagok, mint például a mamutagyar, kígyófa, vasfa, marokkói gyöngyöző tuja, amboina, indonéziai pálmafának a gyökere, kokobóló Afrikából. Hát ezeket a fákat használom késre, egyrészt mert nagyon kemények, tömörek és gyönyörű a mintázatuk. Az, hogy fegyver, ez így nem is hangzik olyan szépen. Mert a fegyver az, hogyha megnézzük az értelmező szótárt, akkor az élet kioltására alkalmas eszköz, úgymond. No de, nézzük csak meg azokat a fegyvereket, amiket úgy hívtak régen, hogy ha volt, ugye, Arthur királynak a kardja, az Excalibur, akkor az a bizonyos pallos, ami ott lebegett valakinek a feje fölött, a véres kard, amit körbevittek. Tehát a fegyver, illetve pontosabban a kard valahol mindig egy kicsit jelkép is volt. Egyrészt, nem is egyrészt, hanem nagyrészt valaminek a védelmezése. Tehát a gyengébbnek a védelmezése, meg a hitnek a védelme. Azt hiszem valahogy itt volt a kardnak a jelképe. Azzal más kérdés, hogy a zsoldosok is kardot használtak. Amikor én elkészítek egy kardot, akkor egy kicsit magamat adom vele. Hát én beleteszem szívem, lelkemet abba a kardba, hogy az olyan legyen, mint az eredeti, és hogy pontos legyen, és hogy szép legyen, és hogy korhű legyen, és hogy jól ilyen az ember kezébe, és hogy a súlypontja jó legyen. Utána, hogy a tulajdonos mit tesz vele, ahhoz már nincs sok közöm. De az biztos, hogy a kardjaimban mindenhol ott vagyok én egy kicsit. Az a legszebb búcsú a kardtól, amikor a megrendelő magához öleli, szinte le sem akarja tenni, és már legszősebben menne haza vele, és azzal akar aludni, és ez látszik az arcán. És ez egy nagyon jó érzés. Sokkal jobb érzés, mint amikor kifizeti.